A megyei első osztályból feljutva új edzőkkel, de a csapat gerincét együtt tartva vágott neki az NB3-nak a Sényő. A rajt várakozáson felül sikerült az őszi szezon felénél az élen át az újonc. Közben a Magyar Kupában is haladt a gárda, decemberben a Ferencváros elleni találkozó jelentette a végállomás kapacináik számára. A téli szünetet a 6. helyen töltötte a csapat, így gyakorlatilag egy fél szezon alatt biztossá vált a bennmaradás. A tavaszi rajtnál picit beragadt a Sényű, aztán viszont jönni kezdtek a győzelmek, így végül a 6. helyen zárta 2018-19-es szezont az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. A tisztes bemaradást tűztük ki célul, mivel újonc csapatról, meg újonc edzőpárosról is volt szó. Aztán hamar körvonalozódott végül is az a dolog, hogy sokkal több van ebbe a társaságba. Úgy gondolom, ahol most vagyunk, ugye 6. helyen végeztünk, ez egy reális eredmény, helyek közel ezen a poszton voltunk egész évben a legtöbbet. Ugye 49 pontot szereztünk, 14 győzelem, 7 döntetlen és 9 vereség alapján jön össze ez a 49 pont. Ugye ősszel szereztünk 26 pontot, tavasszal 23-at. Hát szerintem egy egész jó kis szezont tudhatunk magunk mögött. A kiegyensúlyozott teljesítmény közepette is akadtak egyik vagy másik oldalra kiugró mérkőzések a szezonban. Pozitív értelemben szerintem mindenképpen a tavaszi putnoki meccset tudnám ide sorolni, ugye ahol 30. percben az ellenfél 3-0-ra vezetett, aztán 5-3-ra nyertünk, az egy óriási fordítás volt, még egy nagyon jó mérkőzés. Negatívum, ugye volt egy-kettő, például a Diósgyőrbe idegenbe 1-0-ra vezettünk fél időben, aztán sajnos egy 3-1-es vereség lett a végén, vagy kétszer kaptunk ki hazai pályán, ugye ilyen 94. percben kapott góllal, ezek sajnos nem estek jól akkor. A Sényű szakmai stábjában nem lesz változás, a játékos keret azonban némileg átalakul. Ruska Tamás, Rakonkám Ádám, Lakatos Bence, Lukács Bence és Szabó Zoltán távozott. Érkezési oldalon eddig a korábbi diógyőri támadó Varga József és a legutóbb Cigándon szereplő kapus Gazsi Tamás neve található. A felkészülést július 4-én kezdi a Sényű.